Igen, ez itt egy székelyföldi hülye gyerek, aki belefáradt, hogy már nem akar kitavaszodni, ezért a barátaival felmegy a fagyos hegyekbe bringázni. Lesz itt hűlés, hatalmas esések, ivászat, vadászat, sütkérezés, minden, amit csak el tudsz képzelni, mint a régi szép időkben. Nagyon rég volt biciklis tartalom, ezért igen, úgy döntöttük, hogy amíg tél van, addig kell biciklizni, ugye? Egész végig, amíg túrázunk, mindenki keresni fog vadállatokat, és azt le kell fotózza, vagy le kell videózza. Ahány vadállat találsz, annyi szó kapsz egy meglepetést tőle. Egyébként itt Erdélyben tényleg nagy esély van összefutni ilyen-olyan teremtménnyel, mint például ősszel, rókával, vagy talán még a medvével is. Ezek közül már mindegyikkel találkoztam, csak egyszer se sikerült lencse végre kapni, úgyhogy szépen indultunk felfele, a cél az 1801 méteres hegycsúcs volt, csak a probléma a vastag, havas, jeges út volt, hiszen nem túl hatékony ilyen időbe felfele bringázni, de hát kellett nekünk már valami idiotaságot csinálni, amitől meghűl és amitől ilyen bereket hangunk lesz, amit most halljátok, szóval nyomtuk ezerrel. De arra vagyok a legkíváncsibb, hogy hány vadot fogunk találni. Mit szeretné? Hol nem. Voltál? Hát vlogoltam, ember! Keresztre! Hát még út van felfele! Rohamal van? Az a rossz, hogy az egész út tiszta jég, innen még kb. 7 kilométert kell tekerjünk a hegycsúcsig, egy nagyon kellemes érzés lesz. Haladtunk egy jó adagot, én közben próbáltam valami vadállatnyomokat keresni itt-ott. Keressétek a vadakat, ember! Nem kellett olyan sok idő, de előtt már meg is találta az első alanyokat. Én kaptam egy vadállatot. Tényleg? Igen, ez két madár, ami konkrétan a vadonban él, szóval jó, vadállat. Rendes vadállatot keressé! De nincs! Hogyne, itt vagy a természetben. De vagy már egy vadállat. Egy fehér rókát, vagy egy vadnyulat, vagy bármi. De nincs sehol semmi. Vagy medvéd. Mentünk tovább, mire észrevettük, hogy egy traktor húzott egy szekér teli emberekkel. Hello, hello. Nagy buli volt rajta meg minden, kedvesek voltak és hidratálni szerettek volna minket, mivel láthatóan elég nehéz tekerni felfel a hegyekbe, még ha sportember is vagy. Na igen, itt volt egy kis probléma. Én jól meghúztam ezt a nem vizet. Nem víz volt benne, az a lényeg. Igen, azt hittem vizet adnak. Buli közben Csoki is lefotozott pár állatot a természetből. És ez miféle állat? Ez madár. Jó, és akkor neked 4 jutalom jár? Hát, hogyha egy darabot lefotózok 150-szer. Egész jól haladtunk kifele, egyre meredekebb és meredekebb volt az emelkedő. Miért pörget? Túl meredek. A látványok és a tájak is szebbnél szebbek voltak ahhoz képest, hogy tavasz van, de végülis ebben a pillanatban nem zavart senkit, hogy ilyen fehér minden, mert így gyönyörű volt, csak leszámít, hogy rohadt hideg volt. Nehéz bereket hanggal mesélni. Halló? Madarat látok. Nem mondom meg. Ott repül a madaram. Azt én találtam. Ott van. A lényeg, hogy van 3 pontom. Na de mielőtt kiérnénk a csúcsra, van egy hatalmas gondom. Az van, hogy véletlenül pár GoPro felvételt letöröltem a kamerámról, és hát ilyen recovery tool-al megpróbáltam a felvételeket visszaszerezni, de amit látjátok, ilyen használhatatlan és focs lett az egész. Szóval az ilyen esetleges random szétcsúszós, glitchelős, villogós effektekért, hát én vagyok a felelős, csak hogy nem utólag csináltam, hanem így néz ki a felvétel. Pont a legmenőbb felvételekkel történik ez. Na innen már csak pár tekerésre voltunk, végre kiérkezünk az 1801 méteres hegycsúcsra. Ez az! Végre kint vagyunk! De mi ez az ítéletidő? Az előbb még semmi nem volt itt. Na, kivírtad? Nem tetszik a táj. Hallod, emlékszel, amikor évekkel ezelőtt is felhívtál valamit? Egy telefonszám volt a falba vés, és egy csajt felhívta. Tudod, én milyen Istán vagyok? Mester. Ja, keresik már meg, hátra meg szingni. Szerintem ott. Valahol erre a sziklára volt ráírva, de hogy hova, azt már nem... Hallod, ezt nem szeded le! Te feljöttél zenét hallgatni a csúcsra? Teszek ki Istára tartalmat, hé! Ha így nem lehet, nézzétek meg milyen szép. Emberek, én akartam enni egy csokit, de hát... Harap rá! Közben egyébként még annyi történt, hogy István is lekapott pár vadállatot, Máté sem maradt ki a sorból, viszont ő azért egy fokkal jobbat is csinált. Azon gondolkodtam, hogy mert ilyen közel menni, hát nem félt, hogy leharapja a fejét, vagy a kezét, vagy bármit ez a vadállat? Hát esküszöm, elképesztően agresszívnak tűnik. Akkor el is indultunk lefele ebben az elképesztően ködös és havas időben. Full tavaszias volt a feeling, amit látjátok. Megfagytam! Ez az! Ahogy csúszik! Nem látok! Nagy a hó! Túl nagy a hó! Jó, hogy volt sisakom, fejre este!
Jó van-e a kamera? A kamera jó van, és én nem? Én a taknyomat sikeresen lenyeltem. Haladtunk szépen tovább, jó messzire le akartunk menni valahol sütni egyet, mivel itt konkrétan jég csak minden, de hát ez is valósult el. Na, mi van, nagy bringa? Menjél a jégre rá! Ha kimegy rá a jégre? No nem baj, mentünk szépen egy jó adagot a természet legmélyebb bugyraiba. Nem is csodálkoztam volna, ha Macival is összefutunk esetleg véletlen. Ne feledjétek a vadakat, keresni kell. Van már 6 darab. 6 jutalmad van? Igen, elfelejtettem bevágni a csoki még lefózott pár madarat. Hát nem csodálatos? Oh my god, vadállatok. Figyeld, vadállatnyomok, mi? Látod? Ez vagy róka, ez vagy nyúl, vagy róka. Találtunk egy szimpatikus spotot. Első feladat, fagyűjtés. Kaptam lapátot. Lapátunk van. Most már csak fake. Pontosan ezt is csináltuk, elkezdtük gyűjtögetni a fákat, amiből aztán egy jó kis tüzet rakhatnánk, hogy megsüssük a szaftos zsákmányainkat. Csak hát itt azt hittem, hogy erős vagyok, aztán kiderült, hogy... Ez túl nehéz. Miért vagy ilyen nehéz? Nem, hogy nem vagyok erős, de még idióta is vagyok. Hoztam én a disznóölőkést, megfogod egy az egybe. Ennyi az egész. Milyen tűz fog gyúlni István fotóiból, ha emlékeztek még a kémkedés után, ezeket nekem visszaadta. Micsoda! Itt vannak a fotóid, mi az egész. Ilyen érzés lesz István, hogy történelmet égeteket. Aztán konkrétan több mint fél órán keresztül próbáltuk begyújtani ezeket a kicsi faágakat. Az volt a baj, hogy a rengeteg eső miatt még mindig nem volt száraz fa sehol sem, és egyáltalán nem akart begyúlni normálisan, csak úgy füstölgött, sistergett meg minden, csak nem lángolt. Fél órája próbálunk tüzet rakni, és egyszerűen lehetetlen, mert minden olyan nedves, mint egy... Azt a mit hoztál te? Jú, milyen komoly húspakkozó. Jó kis kolbász. Nagyon ócska a tüzünk, de úgyis meg kell süssem ezt. Annyi erővel a patak felett is süssem. Füstölt kolbász lesz, én rájöttem. Az a kolbász! Ez az elede, azt a jobban néz ki kamerában. Kis kolbász, jó házi kenyér, és a hagyma sem maradhat ki. Takarodj innen, hagyjad, hogy egyek! Mind az ősember! Nagyon nosztalgikus hangulatban voltam, és hiányzott, hogy egyszerűen csak kijöjjünk és sütkérezzünk egy kicsikét, de persze a trollkodás sem maradhat el. Valamivel felkének a varni. Szedd ki! Mi itt? Szedd ki azt a szart! A minden mi óta! Szóval, kajámmal megmondtam, ne szórakozz, mert a kajámmal agyom. Mit csinálsz? Mindenki jól lakott, ahogy látom. Most szembesítünk mindenkit azzal, hogy hány állatot fotóztatok per videóztatok le, és annyi darab jutalmat kaptok. Elődnek ugyebár volt 2, Sokinak 6, nekem 3, Istvánnak is 3, és Mátinak, ha úgy veszük, 2 darab volt, ami valójában 1, de öltök mindenki. Ahány állatot kaptatok, annyi állatos kekszet kaptok. Jézusom, ennél nagyobb idiótaságot, Alex bácsi, te ki nem találhattál volna? Na de most full komolyan tényleg. Yeah! Desszert! Yeah! Ez az izmot, ez a zebra, mi? Az? Ez mi? Alad, ez kivette a 3-4 csomagot. Nap végén az a lényeg, mindenki megkapta a jutalmát, jól laktunk, jól szórakoztunk, bringáztunk, meg minden, szóval minden happy volt. Meg egy értelmetlen videó! Yeah! Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ebbe a videóba, innen már csak haza fogunk sétálni. Tetszett, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel, remélem, hogy nektek is hiányzott egy kis ilyen random vlogocska. Találkozunk legközelebb, szasztok!